Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Farkas Névet vagyok, PPH vezető. Én Farkas Tibor vagyok, a PPH egyik vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk itt mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mesterkócs, személyiségfejlesztő és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal, boldog, kiegyensúlyozott családi életük van. Két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezési csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett nyitni a spiritualitás felé. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit kipróbált, működik és amit használ is. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik, többek között kapcsolatot tart az égiekkel. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni egymással. Azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós, mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek azzal, amifelé halad a világ, illetve tart a világ? Nem vagytok? És mi baj van a jelenlegi alakulása? Elnyomás, igen. Hangulat. Etikátlanság. Elnyomás. Hűítés. Lelki terror. Akkor vannak gondok. Nem? És ha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor mi lesz? Akkor a rossz eluralkodik a Földön, nem? Mióta beszélünk erről, hogy a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön? 10 éve? Hát minimum. Minimum. És itt tartunk? Mindig itt tartunk. Sőt, egyre jobban. Eluralkodik a rossz a Földön. Hát akkor nézzük. Az emberek tudják, hogy miként működnek az emberek? Jobban élnének, ha tudnák, vajon? És miért nem jönnek rá? Hogy jobban élnének akkor, hogyha tudnának arról, hogy miként működik az ember. Miért nem jönnek erre rá, hogy ezt tudni kellene? Ügyesen el van terelve a figyelmük? Iskolákban nem tanítják. Hát jó, de nem is az a lényeg, hogy mit tanítanak az iskolába, hanem az a lényeg, hogy most mi van. Mert ugye a
Ha az iskolába tanítanák a gyerekeknek, akkor annak mikorra lenne hatása? Ha nem gyerekként, ha majd felnőttként, addigra meg már késő lenne, nem? Hát inkább azt lehetne mondani, hogy nekünk nem tanították az iskolában, nem? Felnőtteknek. Tehát, most gondold végig, hogyha az emberek tudnák, hogy miként működik az ember, boldogabbak lennének? Sokkal. Igen, ezt a választ vártam, hogy sokkal. Hát akkor miért nem csinálják? Nem tudják, hogy hogy kell. Nem tudják, hol van ilyen hely, nem ismerik, mit nem ismernek? Ja, még a PPA-t nem ismerik. Aha. Majd ez után talán. És kitől függ, hogy megismerik vagy sem? Tőlünk. És még kitől függ? Hát a többiektől, nem? A többiektől, akik nincsenek itt. Szóval lényeg az, hogy az emberek nem ismerik azt, hogy miként működik az ember, és azt vajon ismerik, hogy miként működik az élet. Tudják az emberek, hogy miért születtek? Tudják, hogy mi lenne a feladat, céljuk, feladatuk, céljuk ebben az életben? És vajon jobban éreznék magukat, hogyha tudnák? Hát akkor legalább lenne céljuk, nem? A legtöbb ember azt gondolja, hogy van célja, nem? Hát az a célja, nem, hogy bejárjon dolgozni, és legyen pénze. Ez cél. De a legtöbb embernek ez a célja, nem? Hogy ki tudja fizetni a kiadásait, nem? Az a cél, hogy ki tudja fizetni a kiadást. Hát tehát magyarul az állatnak az a célja, hogy egyen, nem? Meg az a célja, hogy pihenjen. Nem? Szaporodjon. És akkor az emberek miben különböznek ettől? Hát a legtöbb embernek ez a célja, nem? Tehát akkor körülbelül annyi sütnivalójuk van, mint az állatoknak? Hát ennyinek kéne lenni? Képzeld el, mit tudom, hallgat valaki, most gyorsan lecsatlakozik, mert megsértődött. Rögtön magára vette, tudod? De akinek nem inge, nem veszi magára, tudod? Mint ahogy a Hofi most mondta annak idején, tudod, hogy hát de ha inge, akkor öltözködjön. És ugye az az öltözködés, hogy lecsatlakozik. Hát sok embernek az, nem? Nem az az öltözködés, hanem az, hogy tegyünk valamit azért, nem? Tehát az a célja az embernek, hogy a szükségleteit kielégítse. Hát ha az embernek az a célja, ami hogy a szükségletét kielégítse ugyanúgy, mint az állatnak, akkor vissza kell sorolni minket az állati sorba, nem? Mint ha ez folyna. Nem. Nem ez folyik véletlenül? Drága egyetlen honfi társaim, vagy embertársaim. Nem ez folyik véletlenül, hogy éppen sorolják vissza az embereket az állati sorba? Hát de miért? Hát azért. Hát miért kerülnének az emberek az emberi sorba, amikor nincs céljuk? Az a céljuk, hogy a szükségleteiket kielégítsék. Megkérdezel 100 embert, és akkor 97 azt mondja célként, hogy az a célja, hogy a szükségleteit kielégítse. Mert például a szükséglet, hogy legyen elég kajája, meleg legyen a lakásába, sőt, legyen feje fölött valami fedél, nem? Valami élhető fedél. De hát azt jobban végig gondolod, ezek szükségletek. A szaporodás is szükséglet, nem? Az a túlélés egyik eszköze. Hát ez mind szükséglet. A pihenés is egy szükséglet. Nem cél, a szükséglet. Hát még ennyire sincsenek tisztában az emberek, hogy mi különbség van a cél és a szükséglet között.
Érted? Na most ezzel kapcsolatban van egy viccem. Mi a különbség a szükséglet és a cél között? Jó? Tehát egy ember, egy férfi fogja is, és gondolta, hogy bemegy egy áruházba körülnézni, mert hát egy kilukadt a zokni, és egy pár zoknit akar venni magának. Ugye megvolt a cél, hogy zoknit vegyen magának. Bement a fehér nemű részlegre, és oda ment a pulthoz, erre a pulthoz jön vele szembe egy gyönyörű, szép nő. És akkor mondta neki, hogy hát mit szeretne? És a férfi lelki szeme előtt rögtön azt árult elé, hát legszívesebben, ugye azt szeretném, hogy itt ölembe vegyelek, hazavigyelek, kicsomagoljalak, lefektesselek az ágyamba, stb. Stb. Ezt képzelte el magának. Egy pár zoknira van szükségem. Tehát, ugye azt szeretné, amit elmondott, de mégis a szükségletét elégíti ki. Tehát mi emberek igazából ki lettünk nevelve a célokból. Szó szerint. Ki lettünk nevelve a célokból. És elérték valahogy azt, hogy nem. Nekem tök mindegy, hogy ezzel kapcsolatban ki mit gondol, de elérték, hogy a szükségleteink legyenek a céljaink. És a legtöbb ember így működik. Tehát, hogyha ezt most így kicsit elemeznénk, a szükségletek nem célok. A szükségletek szükségletek. Egy állatnak nincs célja, csak szükséglete. Világos ez? Na most ahhoz, hogy egy lénynek célja legyen, ahhoz gondolkodási képességre van szüksége. Tehát magyarul elő kell szednie a gondolkodását valahonnan. Valami rejtett polcról, tudod. Jó, el van már rejtve, dugva. Hát, ha megtalálom alapon. Tehát elő kell szednie. Ha nem tudja előszedni a gondolkodását, akkor marad az, hogy ő azt hiszi, hogy célja van, közben csak a szükségleteit elégíti ki. Most gondolj bele, az ember milyen formában működik. Tehát minden embernek szüksége van arra, ez megint szükséglet, tehát szüksége van arra, hogy elismerjék. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az elismerés az a lét szükségleteink egyike. Tehát amikor valaki elismerést szeretne, elismerésre vágyik, az nem cél, hanem szükséglet. Tehát amikor valaki egy munkahelyen karriert épít, hogy majd rá fölnézzenek, és majd elismerést kapjon az emberektől, főleg az ismerőseitől, hogy hú, mekkora beosztásban vagy. Mert ugye a munkahelyen maga a karrier az elismerés, meg a legfeljebb az ahhoz kapcsolódó pénz, de a kollégák a legritkább esetben szokták azt csinálni, hogy megveregetik a vállát, hogy hú, de ügyes voltál, hogy fölén kerekedtél. Tehát lényeg az, hogy
hogy az embernek szüksége van az elismerésre. És mondom, ez ilyen formában, hogy az ismerősök fogják őt elismerni, hogy hú, de ügyes voltál, hú, de jó, milyen jó neked, hogy ennyit keresel, stb. Stb. Milyen jó, hogy ilyen beosztásba jutottál, stb. Stb. Ismerősök, rokonok. Tehát ez egy szükséglet. Tehát itt vagyunk mi emberek, és azt gondoljuk dolgokra, hogy az a célunk. Hát a célom, hogy hát én legyek a vállalatlan második ember. Tehát a karrier, még egyszer mondtam, nem cél, hanem szükséglet. Az, hogy egy ember, mit tudom én, az átlag fölé nőjön mondjuk anyagi szempontból, az gyakorlatilag megint annak a része, hogy azért akar fölé kerekedni másoknak két dologból. Vagy azért, hogy ezáltal hatalmat szerezzen. Ez olyan, mint az állatvilágban a tenyészbika. Tudod? Tehát az azt jelenti, hogy azért ő a tenyészbika, mert a bikák közt ő a legerősebb. Érted? És akkor ő üzekedhet a nőstényekkel, a tehenekkel. Oké? Magyarul, hát a bikának az üzekedés az micsoda? Szükséglet, nem? Tehát szükséglet. Most az embernek, hogy ő legyen a hatalmon, az gyakorlatilag akkor ez párhuzamos a tenyészbikával, tudod. Tehát a fő tenyészbika Magyarországon akkor kicsoda? Úgy látom, vettétek a lapot. Szóval, emberek ezekre azt hiszik, hogy ez cél, érted? Ez nem cél. Ha most gondolj bele, azt mondja egy bika ott a tehenek között, hogy hú, de jó lenne tenyész bikává válni. És gondolkodik töpre, mit kell tennem annak érdekében, hogy én legyek a tenyészbika. És akkor fogja, és tanácsért fordul a többi bikához, tudod. Hát gondoljátok, ez az állatvilágban így megy? Hát biztos nem. Az teljesen ösztönös alapon működik, érted? Hogy mindegyik bika, ő akar lenni a tenyészbika. Ugyanez a világunkban is. Tehát az embereknek, és elsősorban a férfiaknak, szükségük van arra, megint szükségük van arra, hogy ők legyenek az elsők, tudod? Tudod, ez másnál is lehetne mondani, tudod, a legjobb birkára, tudod, rárakják a kolompot. Tudod, és akkor ő megy az élen. Ő a fő kolompos, tudod. Tehát lényeg az, hogy gondold végig. Az állatvilágban is van egy rangsor. Tehát
az, hogy egy rangsorban egy ember előrébb kerüljön, az nem cél, hanem az állatvilágból származó szükséglet. Világos ez? Tehát ahhoz nem kell egy embernek gondolkodni, hogy ő benne ilyen célok idézőjelben, inkább úgy mondom, hogy szükségletek megfogalmazódjanak, hogy ő több legyen, mint a többi. Nézzétek meg, a hölgyekbe is megvan ez, csak más formában. A világon, a bolygó nagy része még több nejűség van. A bolygó nagy részén több nejűség van. A több nejűség, ugye azt tudjuk, hogy hárem. Tehát, hogy egy férfinak több felesége van. És a hölgyek mit csinálnak? Küzdenek azért, hogy ők legyenek az első számú, ő legyen az első számú hárem hölgy. Érted? Tehát ez az elsőbségért küzdés, hát nézd meg, a sportban tökéletesen megnyilvánul. Tehát ha valaki azt mondja, hogy nekem az a célom, hogy én legyek az olimpiai bajnok, azt tudod, honnan származik? Az állatvilágból. Érted? Onnan származik, mint a bika, hogy ő legyen a tenyészbika, tudod? Ugyanez. Ő legyen az első számú az állatok között. És ezt nézd meg, a legtöbb állat esetében megvan, hogy ő legyen az első számú, és elsősorban a hímeknél, de valamilyen formában ez megvan a nőstényeknél is, az állatvilágban. Sőt, ugye ezért van az a hölgyek között az, hogyha egy másik hölgy úgy működik, hogy mondjuk egy közösségben, hogy próbál elé kerülni, akkor a hölgyek próbálják kicsinálni, ugye ösztönösen, ez nem tudatos, megint semmi köze a tudatossághoz, próbálják kicsinálni azt a hölgyet, érted? És mindenki azt szeretné, hogy ő kerüljön az érre, érted? Tehát ez általános, ennek az ég adta világon semmi köze a gondolkodáshoz. A gondolkodás a magyar nyelvben benne szerepeltetik, hogy gondoldás. Egy gondot megoldani úgy lehet, hogy az ember nekiáll a töprengés, tehát nekiáll töprengeni, és akkor megpróbál kiötleni, kigondolni megoldásokat arra a dologra. És addig töpreng, addig kísérletezik a megoldásokkal, amíg meg nem oldja azt a helyzetet. Na ez a gondolkodás. Érted? Most az összes többi, amit megnézzük, az szükséglet. Az az állatvilágból származó szükséglet. Tehát az emberek, mondom, hogy nincsenek tisztában a szükséglettel és a céllal. Most gondold végig. Vesz valaki egy autót, az is micsoda. A legtöbb embernek cél. Nem cél. Szükséglet. Érted? Ha nem akarod, hogy összeköhögjenek a buszon, érted? Vagy a villamoson, akkor azt mondod, sőt azt mondom, ha nem akarod, hogy maszkot viselj a tömegközlekedési eszközökön, akkor beülsz az autóba otthon, érted? És nem kell maszkot viselni, és úgy közlekedhetsz távolra, érted? Hogy nem kell maszkot viselned. Világos? Tehát, de most mondtam ezzel kapcsolatban egy dolgot. De akkor is, ugye, ha megnézed, az autó az egy kényelmesebb eszköz, mint hogy át kell szállnod, oda kell menned, jöhet az eső, érted? Jöhet a szél, az autóban nem fázol. Jöhet a hideg, nem esik rád az eső, nem fázol, érted? Vagy a hó. Tehát semmi, tehát más, egy kényelmi szempont. Tehát az állatok is mit csinálnak akkor, amikor tele a hasuk?
meg mikor nem akarnak üzekedni. Bíznek. Így van. Tehát mikor például nincs párzási időszak, akkor szépen ott heverésznek. És megnézed, gyakorlatilag az állatok ezt csinálnak, hogy esznek, pihennek, párzási időszakkor üzekednek, nem? Ezt csinálják. Na most az emberek vajon mit csinálnak? Hát pont ezt, nem? Hát így van, csak itt az a különbség, hogy ugye akkor van párzási időszak, ha a nő nem menstruál. De itt is van, az emberi létformában is van párzási időszak. Nem így van? Tehát lényeg az, hogy megnézzük, na most a célokat az ember átvette az állatvilágtól. Hát most akkor az állatok okosabbak, mint mi vagyunk? Vagy inkább azt mondom, hogy értelmesebbek? Hát akkor mi a cél? Tehát egyetlen egy állat sem csinál olyan dolgot, egyetlen egy se. Illetve ezek a fejlettebb állatok, az ilyen nem fejlett állatok, mint például a hangya, az csinál ilyet. De a fejlettebb állatok közül egy se. Érted? Illetve van egy nagyon fejlett állat, amelyik még csinál ilyet, ezek a delfinek. A delfinek. Hogy olyat is tesz, amivel a saját fajtájának a javát szolgálja. Érted? Tehát a hangya csinál olyat, hogy amivel a saját fajtájának a javát szolgálja, és a delfinek csinálnak olyat, hogy olyat tesz, amivel a saját fajtájának a javát szolgálja. És akkor most hirtelen más faj nem is nagyon jut eszembe. De ugye mi nem a hangyától származunk, de nem is a delfintől. Uszonyod? Még nem nőtt. Oké. Tehát akkor nem valószínű. Legfeljebb iszonyod. Hát a masztolt. Szóval a lényeg az, hogy eljutottunk oda, hogy az embereknek fogalmuk nincs, mi a különbség, a cél és a szükséglet között. És gyakorlatilag minden, amit célként tűznek ki, azt hiszik, hogy cél. És közben csak egy sima, egyszerű mezei szükséglet. Minden. Tehát egyetlen egy olyan dolog van, ami nem szükséglet, amire gondolkodni kell, amivel mások javát is szolgálod. Érted? Vagy mások javát szolgálod, és akkor cserében te sem jársz rosszul. Érted? Az állatoknál, mondom, alapvetően nincs ilyen. Nincs ilyen. A legtöbb állatnál, szinte az összesnél nincs ilyen. Nincs ilyen. Na most nézzétek végig, hogy mennyi embert ismertek, érted, akár személyesen, most a PPA-sokat vegyétek ki, jó? Azon kívül, akik mások javát szolgálják, és az a céljuk. Tehát az a céljuk. Hát lehet, hogy senkit, nem? Én például a PPA-n kívül azt tudom mondani, hogy senkit. Senkit. Érted? Tehát ha úgy tűnne, esetlegesen, hogy mások javát szolgálja, akkor is önérdekből csinálja. Érted? Na most abban a pillanatban, ha önérdekből csinálja az ember bármit, az szükséglet. Érted? Bármi szükséglet. Tehát, hogyha neked valami szuper ruhád legyen, vagy akármi ékszered valami, ez mind a szükséglet kategória. Érted? Mert mi lesz? Hát elismerést kapsz azért, hogy micsoda gyönyörű ékszered van.
Érted? Az elismerés az egy szükséglet. Tehát te ugyanúgy élnél, mondjuk a gyönyörű ékszer nélkül is. Érted? De azért van ilyen méregdrága gyönyörű ékszer, mondjuk egyes emberekkel, hogy azt mondják, hogy hú, érted? És akkor ő meg hú, én nekem van, nem neked, én nekem, tudod? Oké? Világos kezd, akkor ez így lenne. Na most, ahhoz, hogy az ember a szükségletén túl célokat hozzon létre, ahhoz gondolkodni kell. Na most gondold végig, mondjuk van egy feltaláló. Vagy volt egy csomó feltaláló, aki feltalált dolgokat. Feltalálta az izzólámpát, mondjuk, kicsoda? Edison. Így van. Gondolod, hogy azért találta föl az izzólámpát, hogy magának? Neki volt egy célja, hogy az embereknek fényt gyújtson, érted? Nem a fejében, tudod, kívül. Milyen jó lett volna, az lett volna a célja, hogy a fény gyújtson az emberek fejébe. Na akkor nem itt tartanánk. Tehát lényeg az, hogy Edison volt egy célja, hogy világosság legyen a bolygón este is, érted? Ott, ahol szükséges természetesen. És ha megnézed a feltalálókat, akkor ezt csinálták. Nem magukért találták föl, legalábbis a legtöbb találmány, az nem magának találta föl. Hát ha magának találta föl, akkor már nem tudunk róla, hogy volt olyan feltalálom, és volt neki olyan találmánya. Mert akkor nem lett ismert, érted? Tehát az összes ismert találmányt először megelőzte egy cél. De ahhoz neki gondolkodni kellett. Érted? Lehet, hogy hosszabb ideig, de lehet, hogy csak rövid ideig, hogy én ezt kitűzöm magamnak célul. Hogy olyat találok ki, amivel más javát szolgálom. Vagy mondok példát. Ugye voltak olyan feltalálók, akik kitalálták már azt, hogy vízzel lehet működtetni autót. Egy baja van, hogy miért nem valósult meg? Meg túl olcsó üzemanyag. Érted? És olyan üzemanyag, amihez potom pénzért az emberek hozzáférnek. Érted? És ezáltal ugye ő azt gondolta, hogy hú, de jó lesz. Hát milyen jó lesz, mert végre potom pénzért az emberek közlekedhetnek. És ha ez a találmány nem az emberekért lett, akkor semmi. Érted? De nem magáért találta ki, magáért tuti nem találta volna ki az a feltaláló. Érted? Na ezek a célok, amikor az ember másokért talál ki, és akkor ő sem jár rosszul. Hát nyilván annak a feltalálónak, mondjuk az Edisonnak neki sem volt rossz, hogy utána világította műhelyében, meg a házában az áram, illetve a lámpa. Érthető? Tehát nem volt rossz. Meg nyilván annak, aki föltalálta a vízzel működő autót, annak se lett volna rossz, hogyha neki is van olyan autója. Érted? És neki se kell drága benzint, vagy gázolajt, vagy akár gázt venni. Vagy akár áramot, mindegy. Érted? És akkor még lehetne sorolni az olyan dolgokat, ami mások javát szolgálja. De az átlagember az nem mások javát szolgáló célt tűz ki, hanem egytől egyig öncélút. Márpedig az szükséglet. 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 Érthető? Na most a szükséglet kitalálásához nem kell ész. Igaz? Egyszerűen nem kell.
sima ösztönből, vagy sima tapasztalatból működik. Ami azt jelenti, mondok példát. Egy majom hogy nem a földön, felfedezte azt, hogy a kókuszdiót hogy lehet feltörni. Érted? Tehát úgy, hogy egy véletlen a kókuszdió pont egy kőre esett, ő meg ott volt, és ezáltal a kókuszdió szétment. És akkor fogta utána, és próbálta odaverni a többi kókuszdiót is a kőhöz, és amikor sikerült ezt eltalálnia, akkor a kókuszdió széttört, és akkor hozzájutott a tartalmához. És ezt addig a többi majom nem látta, nem tudta, nem így csinálta, amíg nem lesték el attól a majomtól, hogy ő hogy bontja föl a kókuszdiót. Na ez az, amikor egy ember látja, hogy a másiknak van. Érted? Tehát a többi majomnak nem kellett ahhoz ész, hogy lemásolja azt a majmot, amelyik már képes föltörni azt a kókuszdiót. Ugyanígy az embereknek se kell ahhoz ész, hogy azt mondja, hogy de gyönyörű autó, hát ilyen nekem is kell, mert van rá pénzem. Érted? Ez nem kell ész. Ez körülbelül annyi ész kell, mint a majomnak. És ugye ugyanígy van ez a, nem csak az autóval, a lakással, bármivel kapcsolatban. Főleg a mai világban ugye nem kell átmenni olyan településekre hosszú idő alatt gyalog, vagy akár lóháton, vagy szekérrel, hogy lásson valami mást, mint a saját településén. Hanem fogja, bekapcsolja azt a zajládát, ami még villog is, tudod, amit úgy hívnak, hogy tévé, és akkor látja, hogy a világban mi van. És azt mondja, hogy de gyönyörű háza van annak. Hát akkor az olyan nekem is kell. Hát én akkor olyat csinálok, olyan házat, mint ami ott volt. Na most el se kell semmi ész. Érted? Ész nem kell hozzá. Ugyanúgy, olyan, mint a kókuszdiótörés a majomnál. Látja, és elkezdik másolni. Érted? De a másoláshoz nem kell ész. Na most gondolj bele, mit tudom, Leonardo lefestette ugye a Madonnát. És ugye neki ahhoz kellett gógyi, hogy azt lefesse, úgyhogy az emberek majd gyönyörködjenek benne. De ahhoz nem sok gógyi kell, csak egy kis kézügyesség, hogy fogja és valaki lemásolja azt a Madonnát. Világos ez? Tehát a másoláshoz nem kell ész. A véletlen se kell ész. Hát a majomnál volt az a véletlen, hogy a kókuszdió pont a kőre esett, és ő pont ott volt és látta. Érted? Ahhoz se kellett neki ész. Ahhoz kell ész, hogy az ember kitaláljon olyan dolgokat, ami még nincs. Érted? Ahhoz se kell nagy ész, hogy mondjuk valaki látja, hogy más vállalkozásnak fut, és akkor azt mondja, hogy na ő is a saját otthonában, akkor elindítja azt a fajta vállalkozási formát, illetve a saját településén. Érted? Ahhoz se kell sok ész. De ha valami nincs, és kitalálni, hogy legyen, ahhoz gondolkodás kell. Tehát ahhoz se kell ész, hogy mit tudom én, valaki felnő, gyerekként, majd fiatal felnőtt lesz, és látja azt, hogy a világban mennyi ember hatalomban van. És akkor eldöntse mondjuk fiatal korában, hogy ő is hatalomba akar kerülni. Ahhoz se kell ész, érted? Mert egyszerűen csak látta, hogy mások ott vannak hatalomban, és hú, de jó nekik, mert mekkora hatalommal bírnak. És én is akarom ezt. Érted? És akkor elindul szépen a
tenyészbika rangsorba, tudod? Hát a tenyészbika se azonnal lesz tenyészbika, azt tudjátok? Hogy előtte egy pár csatát meg kellett küzdenie, mire tenyészbikává válik. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy az első évben elbukott, lehet, hogy a második évben is elbukott, lehet, hogy a harmadik évben is elbukott a tenyészbiká csatában vívott küzdelemben. De lehet, hogy a negyedik évben már ő lesz a legerősebb bika, és ő lesz a tenyészbika. Érted? Ugyanez a politika, ugyanez. Ugyanez. És ugyanez, amikor egy ember hatalomba kerül. Ugyanez. A bikának nem kell ahhoz ész, hogy megvívja a csatáit. Az embereknek se. Hogy megvívják a csatájukat, és fölkerüljenek a tenyészbikaság élére. Érthető? Mi újat hoztak létre? Milyen új dolgot hoztak létre, ami eddig nem volt? Ja, a koronavírust. Tényleg. Ez aztán akkora eredmény. Hú, gratulálok. Gratulálok az összes államfőnek, hogy ezt kitalálták. Szuper. Oké. De valami olyat, ami eddig nem létezett, mert most fogták és másolták az 1910-valahányas éveket, érted? Ugye a spanyolnátha időszakát. Hát még azt se találták ki. Még ahhoz se volt ennyi eszük. Hanem lemásolták a, mondom, a spanyolnátha forgatókönyvét gyakorlatilag. Szó szerint. Szó szerint. Na most, akkor milyen újdonság? Tehát mi lenne az újdonság? Ha azt mondaná a Földön valamelyik hatalmon lévő ember, hogy valami olyat hozzunk létre, mondjuk a saját országában, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Érted? Na most mutassanak a bolygón egy olyan országot, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Nincs. A bolygón nincs egy olyan ország, ahol el lehetne azt mondani, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. És drága állami legfelsőbb vezetők a világban, miért nem csináltok ti ilyet? Miért nem találtok ki egy olyat, ami nincs? Érted? Amivel tényleg az emberek javát szolgáljátok. Miért nem? Ja, mert alsó kezdeményezésnek kell ennek lenni. És miért ne lehetne ez felső kezdeményezés is? Értitek? Ja, hát mert ehhez ész kell. Hát ehhez ész kell, egyértelműen. Persze, hát gondolkodni kellene hozzá. Nem ösztönösen úgy működni, hogy mintát veszünk az állatvilágból. Érted? Hanem gondolkodni, hogy hogy lehetne azt megvalósítani, nem csak alulról, hanem fölülről is akár, hogy a bolygón legyen egy olyan ország, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Ahol azt lehetne mondani, hogy gyerekek, ez a minta. Érted? És akkor azt mondanák az országok, meg a népek, érted? Hogy húha, tényleg, mennyivel jobb nekik. Hát akkor csináljuk meg mi is. Nem? És akkor ti hogy csináltátok? Ja, így csinált. Ja, meg így csinált. Ah, oké, akkor mi is. Érted? Na, ehhez kellene ész? Ehhez kellene. Mondom, az embereknek fogalmuk nincs. Cserélik a szükségletet a céllal. Na, és akkor nézzük egy másik célt. Hát most gondold végig. Itt vagyunk a világban. Hány olyan embert ismersz, akinek semmi gondja nincs? Semmi gondja, baja nincs. Azt tudod milyen? Azok az emberek, akik semmi bajuk nincs, az a... Tudod, és a dili házban vannak, tudod.
Tehát semmi baj nem lenne azzal, hogy egy embernek van gondja, baja. Egy baj van, ha nem tudja megoldani. Érted? Nem? Ha nem tudja megoldani. Na most, minden probléma, bármit, amit megnézünk, megoldható. De nem így. Kiveljük a kis ujjunkból, hanem úgy, hogyha az embernek van tudása hozzá. Érted? Tehát van tudás. Hát a tudást, azt meg lehet szerezni. És az ember képes arra, hogy tudást szerezzen. És ha az ember meg tudja oldani a problémáit, akkor büszke lesz magára. Érted? És akkor nem az kell neki, hogy majd hű, mások elismerjék, hogy neki mennyi pénze van, meg mekkora hatalma, hanem az bőven elég lesz neki, hogy ő büszke lesz arra, hogy ezt a problémámat is megoldottam, meg ezt is, meg ebben is tudtam neki segíteni, neki meg abban, hogy ő megoldja a problémáját. Érted? És sokkal jobban fogja magát érezni attól, hogy nincs problémája, meg tudott másoknak segíteni abban, hogy nekik se legyen. Érted? Tehát gondoljuk csak végig, hogy az ember ismerete, az élet ismerete, az tudás nélkül nem létezik. És sajnos egy olyan világban élünk, hogyha ez a tudáshoz az emberek hozzá akarnának jutni, akkor eszméletlen sok pénzt kellene fizetniük. Vagy nem juthatnának hozzá. Vagy van olyan lehetőség, ahol hozzá lehet jutni bárkinek, aki szeretné. És ez a mi szervezetünk, ugye a PPH. Tehát én azért születtem, hogy eljuttassam a következőket az emberek számára. Ezért születtem. És keresek olyan társakat, akik szintén ezért születtek. Ennyi. Miért? Hát, hogy azért születtem, hogy az embereknek eljuttassam azt a tudást, és azokat a képességeket, és természetesen megadjam a gyakorlási lehetőséget is, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megelőzésére, ha jön egy probléma, akkor megoldására, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására. Ha az ember így működik, akkor egy lelki fejlődésen tud átmenni. Így az emberek képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködni a bolygón. Hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen. És nem csak én születtem ezért, hanem nagyon sokan ezen a bolygón ezért születtek, hogy ez megvalósuljon. De ez nem ösztön. Ha ez ösztönből megvalósítható lett volna már bármikor, akkor itt már aranykor lenne. Ehhez gondolkodásra van szükség. Ehhez például, hogyha hozzád fordul egy ember, hogy neki ez a problémája, akkor eszedbe kell jutnod, neked, hogy eszedbe kell, hogy jusson, hogy mi lehet a problémájának az oka. Érted? Tehát gondolkodásra van szükség. És mert egy ember csak akkor fog tudni egy másiknak igazából segíteni, hogyha tudja, hogy mi a problémájának a tényleges, valódi oka. És akkor van csak megoldás, ha van tényleges, valódi ok. Tehát mi emberek akkor tudjuk ezt megoldani, hogyha gondolkodunk, és gondolkodni akkor tudunk, hogyha van alapunk a gondolkodásra. És az alapunk az azt jelenti, az egyre nagyobb ismeret, egyre nagyobb tudás. Hát ugye én ezt kaptam, ezt a küldetést.
És ebben keresek társakat, olyan embereket, akik úgy érzik, hogy nekik is ez a küldetése. Ezt egyedül nem lehet megcsinálni a bolygón. Ez rengeteg sok emberre van szükség. Rengeteg sok emberre. Ez úgy történt, hogy jó pár évvel ezelőtt kaptam egy álomban egy olyan ezt a küldetést megkaptam álomban gyakorlatilag. Tehát egy személytől. Egy olyan személytől, aki azt is elmondta, hogy mi lesz akkor, hogyha ez a bolygón nem valósul meg. Tehát vagy aranykor lesz ezen a bolygón, vagy semmi. Mi az a semmi? Tehát magyarul a bolygó is semmivé válik. Ennek megvan az oka. Sajnos a fentiek, akik ezt szorgalmazzák, hogy ezen a bolygón aranykor legyen, sajnos a fentieknek nincs más választásuk, mint az, hogy vagy az emberiség megemeli a gondolkodása révén, a jó működése révén ennek a bolygónak a rezgését, vagy pedig nem emeli meg. Ha nem emeli meg, akkor nem távoznak azok az idegen, a fenti lényekhez és hozzánk képest idegen lények, akik alacsony rezgésűek, és a bolygóban vannak értelmes lények, csak úgy távolíthatók el a bolygóról, hogyha az emberiség rezgése nagy mértékben megemelkedik. Ahhoz pedig az kell, hogy az emberek a problémáikat megoldják, illetve megelőzzék, a élethelyzeteket helyesen kezeljék. Megtanuljanak együttműködni szeretetben, békében és boldogságban, és egyáltalán boldogan éljenek. Tehát az ember úgy működik, hogy minél jobban érzi magát a bőrében, annál magasabb a rezgése. És az ember rezgése kihat a környezetére. És a sok-sok ember rezgése az az egész bolygóra kihat. Méghozzá nagy mértékben. Ez olyan, mikor bemegy bemegy a lakásodba, mondjuk a szobádba, bemegy egy nagyon negatív ember, és te egy viszonylag jó állapotú ember vagy, akkor egyszerűen rosszul érzed magad az ő jelenlétében. És ez vice versa, ha te bemész egy rossz állapotú ember otthonába, akkor ő is rosszul érzi egy idő után magát, ha nem hagyod, hogy leszívjon. Érted? Ha nem hagyod, hogy leszívjon. Márpedig ugye az emberiség hagyja, hogy leszívják az energiáját. Szó szerint. Szó szerint. Tehát most az a helyzet van, hogy itt vagyunk egy zárt térben, mert ugye a bolygó az egy zárt tér, itt vagyunk egy zárt térben, és szó szerint, ha megnézed, az elmúlt 8 hónapban leszívták az emberek energiáját. Tehát nem több energiával, hanem lényegesen kevesebb energiával rendelkeznek, mint valaha itt a bolygó történelmében. Ennél rosszabb max háború volt. De összességében az sem, mert ugye világháború, de mégse érintette a teljes világot. Tehát például Amerikában nem volt háború. Tehát ott nem volt se első világháború, se második világháború. Ugye Afrikában sem, Afrikának a nagy részén sem volt világháború, csak Észak-Afrikában. Tehát ugye azt gondoljuk, hogy a világháború úgy az egész világra kiterjedt, tehát nagy tévedésben éltek. Tehát a világ egy jó része az nem vett részt a világháborúban, és a lakosság egy jó része a világban nem vett részt a világháborúban. Na most részt vett benne 50 millió ember? Érted? Magában a háborúban és az országokat is számítva részt vett benne pár százmillió ember, de hát akkor is már több mint 1 milliárd ember élt a Földön. Világos ez? Tehát azért mondom, hogy összességében a világháború nem biztos, hogy jobban lehúzta a bolygónak a hangulatát, mint most ez a fajta működés. Hát gondoljátok végig, én most állítom azt, hogy a koronavírus kérdés több országot érint,
mint a bármelyik világháború. Sőt, lehet, hogy a két világháború együtt nem érintette annyi országot, mint most ez a koronavírus kérdés. Tehát itt a koronavírussal gyakorlatilag a Földön a legtöbb országot stresszelik, illetve az országok lakosságát stresszelik. Szó szerint stresszelik. Tehát ennek következtében ugye az emberiség rezgése olyan mértékben lesüllyedt, amire még soha nem volt példa. És ugye a cél az lenne, hogy az emberiség rezgése felemelkedjen. Hogy gyakorlatilag emiatt a magas rezgés miatt ellehetetlenítődjenek azok a lényeknek a léte, akik itt a Földben tartózkodnak. Hát a mitológiában meg a mesékben pokolként ábrázolták ezt a környezetet, amiben ők vannak. Jó, szóval lényeg az, hogy hogy csináljuk ezt az egészet. Ugye nekünk van 25 nagy témánk. A legalapabb téma, az alapok alapja az az etika coachképzés. Most tartunk az eredményes tanulás coachképzésnél. Ez a második témánk. Ezen kívül még van 23 nagy témánk. 23 nagy téma. Egy téma, 1, 2, 3, 4 hónapos. Tehát attól függ, mekkora téma. Van olyan téma, amelyiket 4 hónapig tanulunk. Egy hónap az 30 óra. Minden szerdán és minden vasárnap vannak a képzések. Minden képzés igénybe vehető online, ugye most a vírusnak köszönhetően online, és az azt jelenti, hogy interneten keresztül élőben, és igénybe vehető felvételről. Természetesen amint lehet, ismét ugye, összejönni az embereknek, akkor természetesen ismét az lesz, hogy találkozunk személyesen, mint amit szoktunk. Jó, tehát lényeg az, hogy a képzések igénybe vehetők felvételről meddig? 1-2 hónapig igénybe vehető. Azaz 1-2 hónap az azt jelenti, hogy minimum 1, max 2 hónapig igénybe vehetők. Jó, a felvétel az mind. Illetve az összes, az online is, meg a felvétel is igénybe vehető mind videóformában, tehát tévés megoldásként, illetve igénybe vehető rádiós, tehát hanganyag megoldásként. Olyan áron nyújtjuk a képzéseket, hogy bárki igénybe tudja venni. Hát most gondolj bele, 330 forintért óránként hol fogsz tanulni? Sehol a világon. Az első hónap ugyan ettől kivétel, mert 660 forint óránként, de 660 forintért óránként sem kap semmilyen képzést. Egy első osztályos korrepetálás tudti, hogy ennyien nem vállalja a kutya se. Érted? Tehát olyan áron van nyújtva, hogy bárki igénybe tudja venni. Ha összességében megnézed, első hónap azt akciós árunk ez egyébként 19.700 forint, a második hónaptól 9.800 forint. Ez az akciós ár, ezt az akciós ár időpont végét beszéld meg azzal, aki szervez. Jó? Tehát azzal beszéld meg, hogy mikor tart az akciós ár vége. Tehát, hogyha jól csinálod az egészet, akkor elkezdheted a képzésed, akár olyan témát, amit nem kapsz most meg, simán meg tudod azt csinálni, hogy utólag megveszed. És utólag ugye egy megint csak kedvezményes áron meg tudod venni. Jó, tehát átadjuk a tudást, ami az élet összes működését szolgálja. Bármely probléma legyen az életedben, tudást tudsz rá kapni, sőt nem csak olyan tudást, hogy megmondják, hogy juss el A-ból B-be, hanem olyan tudást is, hogy milyen módszerre, milyen lépésekkel juss el A-ból B-be. Tehát mi nem csak a célt adjuk meg nem csak a kiinduló pontot, hanem van GPS-ünk, tudod, és hogy az oda vigyen, ahova kell. De egy atombiztos GPS, tehát nem olyan, ami bevisz a vonat elé, szóval, oké. Szóval lényeg az, hogy egy biztos GPS-ünk.
Tehát nyilván ez a biztos GPS, a módszerek. Tehát ugye az a legfontosabb az embereknek, hogy legyenek módszerei. És természetesen hiába van módszer, ha nem tudjuk az okát a dolgoknak. Tehát történik veled egy helyzet, ha nem tudod felismerni, mert nincs segítséged abban, vagy egyszer nem tudod elfogadni azt, hogy mi az valódi ok, akkor ne csodálkozz, hogy a megoldás az nem fog sikerülni. Mert hiába van módszer, hogyha nem jó dolgot kezelsz, érted? Tehát jó dolgot kell, azt kell kezelni, ami van, nem az, amit feltételezünk. Világos ez? Tehát egy olyan fajta működésünk van, ahol egy olyan célt valósítunk meg, ami a történelem során még ilyen nem volt. Tehát nem volt olyan. Nem volt olyan, hogy azt mondták az emberiségnek, hogy most egy életen belül, meghatározott időn belül olyan szellemi fejlődésen mehetsz át, amit csak bizonyos kiváltságos emberek tudtak megcsinálni a Föld története során. Na nézzük meg, mi az, hogy lelki fejlődés. Itt van. Tehát a lelki fejlődés azt jelenti, hogy eljuthat az ember a küldetés lelki szintjére. Tehát az emberek alapvetően, ha megnézzük, abszolút így van. A túlélés, illetve a biztonság szintjén küzdenek. Szó szerint küzdenek, harcolnak. De elsősorban önmagukkal harcolnak, illetve a családtagjaikkal. De mondhatjuk ezt sok esetben, hogy a környezetükben lévő emberekkel. És ezeken a szinteken. Aminek első és következő lépése az a valahova tartozás. Tehát ha valaki ide jön, és itt elkezd tanulni, és kommunikál azokkal a személyekkel, akikkel együtt egy csoportba tartozik, akkor természetesen már teljesíti is a valahova tartozás szintjét. De ez még csak az első lépés. Tehát itt van ez az a lelki fejlődés szintje, ahol az ember már egy kicsit elvonatkoztatja magát, képes arra, el tudja vonatkoztatni magát a berögzült anyagszemlélettől, amit lehet, hogy otthonról hozott, vagy így alakult ki az életében, teljesen mindegy, de lényeg az, hogy ez egy berögzült dolog. Ha az ember itt tanul, és itt van, és ezek közt az emberek között, akkor rájön arra, hogy azon kívül, hogy anyag, van más is. Más is. És azon az anyagon kívül van annál magasabb rendű dolog is. Jó? Rögtön egy ilyen magasabb rendű dolgot mondanék, ami az anyag felett áll, az pedig a lélek. A lélek. És ugye remélem ezzel minden hallgatóm tisztában van, hogy benned van egy energialény, egy lélek, és azáltal vagy értelmes. Értelmesebb az állatvilágnál, de bár a legtöbb emberen ez nem látszik. Sajnos, bár látszana. Tehát, és ráadásul ez a lélek az emberi testhez képest egy szuperintelligens. Tehát szuperintelligens. És ugye ez az érdekes benne, hogy ez nem egy anyag. Tehát nem anyagból van. És ezért ugye a legtöbb ember számára, ami nem anyagból van, mivel nem tanulta az általános iskolába, ezért számára nem létezik. Igaz, hogy a kvantumfizikusok már rég megállapították azt, hogy az anyag felett létezik olyan, hogy értelmes energia, de ő még ott tart, hogy persze olyan létezik, hogy energia, de olyan, hogy értelmes energia, hát olyan aztán nem létezik. Hát én javaslom mindenkinek, hogy a kvantumfizika felfedezéseit érdemes lenne egy kicsit tanulmányozni. Márpedig a kvantumfizika felfedezéseinek része
az, hogy létezik olyan, hogy értelmes energia, aminek az ég adta világon semmi köze az anyaghoz. Ég adta világon semmi köze. Na most onnantól kezdve, ha az ember ilyet tud, akkor nem biztos, hogy elutasít olyan dolgokat, ami már létezik. Tehát már a tudomány rég bebizonyította, hogy olyan, hát az elég nem több száz éve természetesen, de már mondhatjuk nyugodtan azt, hogy több tíz éve bebizonyította, hogy létezik olyan, hogy értelmes energia. Oké? Tehát nem csak olyan, hogy energia, amit tanultál, hogy persze, hát energia létezik. De olyan, hogy értelmes energia, olyan létezik. Oké? Sőt, ez az értelmes energia áthatja teljes egészében az univerzumot. Ezt csak úgy mondanám. És benne van ez az értelmes energia az emberben is. Oké? Na mindegy, de erről nem akarok részletesebben kitérni. Tessék, ha valaki ezekben nem biztos, tessék utána nézni. Jó, tehát lényeg az, hogy ha valaki a valahova tartozás szintjére kerül, akkor teszi meg az első lépést ahhoz, hogy elismerés szintjére jusson. Az elismerés nem azt jelenti, hogy elismerést kap. Nem, hanem ő olyan helyzetben van, ahol elismerést adhat másoknak. Érted? Na most azt hogy tudja az ember megcsinálni? Hát most gondolj bele, azt gondolnád, hogy egy zenész az biztos az elismerés szintjén van, mert hát koncertezik és mennyien megtapsolják, hát nagy tévedésben él. És ő személyes kapcsolatban áll azokkal, akik megtapsolják őt? Dehogy is. Egyáltalán nem. És őket személyesen elismeri? Azok, akik megtapsolják őt. Őket személyesen elismeri? Hát ki van csukva. Tehát magyarul ő nincs az elismerés szintjén. Világos az? Tehát az elismerés szintjén az tud lenni, akinek van egy olyan saját csapata, tehát például egy edző, az el tudja ismerni a saját csapatát. Érted? Neki van egy saját csapata. Tehát ő egy edzőre lehet azt mondani, hogy ha van saját csapata, tehát csapat tevékenységben működik, hogy ő az elismerés szintjén van, ha ezt műveli, ezt a fajta dolgot, hogy elismerésben részesíti a csapatának a tagjait rendszeresen. És akkor nézzük meg a következő szintet, hogyha valaki elért, tehát nem lehet átugrani szinteket, tehát nem lehet átugrani lelki szinteket. Azt lehet, hogyha valaki elérte az egyiket, és azt már műveli, akkor jöhet a következő. És akkor mondhatod azt, hogy kérem a következő, tudod, mint a Bubó doktor annak idején a mesében. Jó, tehát ha elérte az ember az elismerés szintjét, tehát van egy csapata, elismeri az embereit, akkor nyilván valamilyen szinten ő is fog kapni elismerést. Ez természetes dolog, hiszen hocinesze alapon működik valamilyen szinten a dolog. Akkor jöhet az önmegvalósítás, az ember kitűzheti célul a lelki fejlődését. A lelki fejlődés az nem egy ösztönös dolog, hiszen az állatnak nincs lelki fejlődése, még a tenyész bikának sincs. Tehát ami annyit jelent, hogy a lelki fejlődés az egy olyan cél, amivel igenis mások javát szolgálok. Gondold végig, hogyha te tanulsz, fejlődsz, segítséget kapsz az életed boldogulásában, akkor nem csak te leszel jobban, hanem a környezetedben élő, közvetlenül a környezetedben élő emberek is jobban lesznek. Mert például a családodnak tud segíteni, hogy boldogabban éljetek az életeket. Érted? Tehát az önfejlődés, a lelki fejlődés az nem öncélú, hanem az mások javát szolgál azzal. Tehát gondold végig, hogyha te jobb emberré válsz, akkor az pozitív energia bolygó számára.
Jó, nem hatalmas pozitív energia, mert de ha sok ember jobbá válik, akkor az egy hatalmas pozitív energia bolygó számára. De ha egy ember jobbá válik, az is pozitív energia bolygó számára. Az elismerés után az önmegvalósítás. Az önmegvalósítás azt jelenti, hogy amit tudsz, azt átadod. Érted? Hát ez is ugye csak akkor az önmegvalósítás szintje, hogyha az ember képes arra, hogy van egy csapata, és a csapatának a tagjai között átadja azt, amit ő tud. Érthető ez? Tehát mindent, amit az illető átad, amit tud, és az az ő javukat szolgálja, akkor már önmegvalósítás szintjén tud lenni. Érthető ez? De nekik végig kellett járni, aki ide eljut, végig kellett járni az összes lelki fejlődés szintjét. De az önmegvalósítás szintje sem elég ahhoz, hogy valaki bejuthasson az aranykorba, mert az aranykor az a szeretet, béke és boldogság kora. És ahhoz, hogy az ember szeretet, békében és boldogságban tudjon élni, ahhoz ugye egy magasabb szintre kell kerülnie. Ez pedig nem véletlenül, hogy van egy a kettő közt, az ötös meg a hatos között egy szaggatott vonal, az pedig a hatodik, a küldetés szintje. Tehát amikor képes az ember az önérdekeiről úgy olyan formában lemondani, hogy háttérbe helyezni. Tehát ez nagyon nehéz a legtöbb ember számára végig gondolni, de gondold végig, csak egy gondolat ezzel kapcsolatban, gondold végig, hogyha mások javát szolgálod, akkor te sem jársz rosszul. Érted? Tehát ez egy alapelv kellene, hogy legyen. Alapelv, csak nem használják az emberek. Tehát, hogyha az ember boldogulni akar, és azzal az elvvel működik, hogyha mások javát szolgálom, akkor tuti, hogy én se járok rosszul. Ez nem azt jelenti, hogy vannak bizonyos szükségleteid, de te csak azt add föl, érted? És csak mások javát szolgálj. Mert mit tudom, a férfi akkor föladja a borotválkozást, az végül ekkora szakálla van, érted? Hát elég torzomborúzul nézne akkor ki, érted? Vagy azt mondaná, hogy hát én mások javát szolgálom, most nem mosakszom, tudod? Hát mert akkor magam javát nem kell szolgálnom. Hát gondolj bele, utána mennyire szolgálnod mások javát, ha közéjük mennél. Hát nem annyira. Tehát ezért mondom, hogy a szükségletét, az alapvető lét szükségletét az embernek természetesen minden további nélkül fenn kell tartania. Tehát az egy alap dolog, hogy akkor tudsz másokon segíteni, hogyha te rendben vagy. Érted? Ha torzon borzul úgy menni segíteni az embereknek, érted? Hát elmenekülnének tőled, nem hogy közeledbe kerülnének. Tehát alapvető dolog, hogy az alapvető létszükségleted, ami ahhoz kell, hogy jól érezd magad, az meglegyen. Érted? Tehát, hogy legyen ruhád, legyen fedél a fejed fölött, stb. Élelmiszer, amit szeretsz, meg tudjad enni, meg tudjad venni, érted? És utána enni, természetesen ez mind hozzá tartozik az alapszükségletet. Tehát nem az, tehát az embernek nem úgy kellene élni, hogy a létszükségletért kellene küzdenie. Most úgy él az ember, hogy az emberek a létszükségletükért küzdenek. És tudod, miért élnek így? Azért, mert nem szolgálják az emberek javát, ezáltal természetesen nem kaphatnak elég cserék ahhoz, hogy a létszükségletük az rendben legyen. Érthető ez? Tehát a létszükséglet nem része
a kacsalábon forgó ház, meg mondjuk a Bugatti. Oké? Okay? Hát a Bugatti az egy, csak hogy tisztában legyetek, egy 1000 lóerős autó, ami, ha jól emlékszem, azt mondja, hogy mennyibe? Mindjárt mondom, nem akarok, 1 milliárd, több mint 1 milliárd forint. Így van, tehát több mint 1 milliárd forint. Egy autó. Tehát egy autó. Ja? Tehát az nem létszükséglet. De az 50 milliós autó sem létszükséglet, ha csak nem az egy kamion. és áruszállítást bonyolítanak vele. Az egy más kérdés. Vagy egy busz, ahol személyszállítást bonyolítanak vele. Természetesen. Jó? Tehát lényeg az, hogy a létszükséglet az, amiben kényelmesen jól érzed magad. Érted? Ugye én nekem nincs olyan igényem, hogy a létszükségletem felüli tárgyakkal rendelkezzek. Tehát nincs ilyen igényem. És ez nem igénytelenség, hanem egyszerűen nem költöm a pénzemet olyan dologra, amire nincs szükség. Érted? Tehát nem költöm olyan dolgokra, amire nincs szükség. Jó? Vagy legfeljebb, csak mondom, elenyésző mértékben, mert az ember néha belefut valami olyan dologba, amit azt mondja utólag, hát ezt lehet meg se kellett volna venni. De nem mindegy, hogy mondjuk az egy 10 000 forintos dolog, vagy esetleg egy 1 millió forintos dolog, vagy egy 25 millió forintos dolog. Hát ugye a lényeges különbség. Szóval lényeg az, hogy el kell juttatni az embereket arra a lelki szintre, a küldetés lelki szintjére. És ha az emberek ide eljutnak, na akkor lesznek képesek szeretetben, békében és boldogságban élve együtt működni, hogy aranykor lehessen. És ezt meg kell csinálnunk, és meg is fogjuk csinálni, mert egyszer nincs más választás az emberiségnek. Tehát ha ezen a bolygón nem lesz aranykor, akkor hiába bármilyen más egyéb törekvés ezen a bolygón, ez a bolygó megy a fazékba, érted, és megfőzik, kész, ennyi. És nem lesz olyan, hogy bolygó. Ennyi. Jó? Tehát ez nem ijeszgetés, ez konkrét tájékoztatás föntről. Jó? Tehát itt ezt nem lehet kis létszámban megvalósítani, mert kis létszámban a bolygó rezgése nem emelkedik olyan mértékben, hogy az alsó entitások azok eltávozzanak a bolygóról. Jó? És egyébként pedig nem tudják más módon eltávolítani az alsó entitásokat. Ilyen egyszerű. Jó? Van az univerzumban egy olyan bolygó már, ahol aranykor van, ezt csak úgy mondanám, és ez ugye úgy zajlik le ez az egész, hogyha itt nem lenne aranykor, hogy oda átmentik azokat, akik megérdemlik, akik meg nem, azoknak meg már készen van egy másik bolygó, ahova fogják és a lelkeket deportálják gyakorlatilag. És ahol lehet élni majd kőkorszaki körülmények között. Hát ennyi. És akkor ez a bolygó egy hasonló bolygó lesz, mint a Merkur és, nem Merkur, a Mars és a Jupiter között, amit úgy hívtak régen, hogy Marduk. Az azt jelenti, hogy most egy kis bolygó övezet. Ugye ezt gondolom senki nem szeretné, mi se szeretnénk, és én tudom, hogy ez nem is így lesz, csak felvázolták azt a képet, hogy mi lehetne akkor, hogyha mi azt mondjuk, hogy várjuk a sűrt galambot, érted, mi emberek itt a bolygón, hát majd valaki jön, az segít, érted, és akkor majd megoldjuk ezt a kérdést. Na hát ez, ilyen nincs, jó? Tehát vagy mi emberek megoldjuk azt, hogy ezen a bolygón aranykor legyen, vagy súlyos következményei lesznek ennek, jó? Mint volt eddig már az emberiség történetében súlyos következmények, mikor nem tették az emberek azt, amit tenniük kellett, de ennél súlyosabb következményt még nem vázoltak föl, illetve nem történt az emberiség életében, mint ami most történne. Jó, ha nem tesszük a dolgunkat.
Úgyhogy ez az emberiség, ahogy így van, ilyen társadalmi formában, ilyen fajta működésben, ez a végét járja. Ezt jó, hogy tudja mindenki. Ez sokáig nem tartható. Ez a sokáig azt jelenti, hogy 2035-ig még valamilyen szinten tartható, de leginkább 2026-ig. Oké? Tehát leginkább 2026-ig, és 2026 és 30 között már, 35 között már átmeneti időszaknak kell lenni. Az aranykor és a mostani társadalmi forma között. Jó? Tehát ez ennyi. Én most ezzel kapcsolatban tájékoztattam mindenkit, aki engem hall a jelenben vagy a jövőben, és eddig bármilyen jövendőlés, amit tettem az elmúlt 2004 óta, az mind bejött. Jó? Egytől egyig. És ez egy olyan jövendőlés, ami nem tőlem származik, én csak ennek egy közvetítője vagyok. Jó? És ezt mondom, nem ijeszgetés, mert gondold végig, melyik lenne neked a jobb, ez a fajta társadalmi forma, vagy egy aranykor. Tehát ez nem ijeszgetés, hanem ez egy lehetőség. Lehetőség arra, hogy fejlődjünk, lehetőség arra, hogy egy boldogabb életet éljen az ember. Érted? És ahhoz kell egy fejlettebb társadalmi forma. És az nem a demokrácia, nem a diktatúra, nem az anarchia, hanem az az aranykor. Érthető ez? És ezt meg kell csinálni, és az emberek tudják megcsinálni együtt, közösen, együttműködve. Nyilván az együttműködést meg kell tanulni. De meg lehet tanulni. Valamennyi kis időnk még van hátra. Érted? És az azt jelenti, hogy minél előbb elkezdi valaki a fejlődését, nyilván annál jobb lesz neki. Természetesen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom szót a házigazdáknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szerdacsik Miklósnak ezt a fantasztikus képzést. Most is, mint hétről hétre, nagyszerű dolgokat hallhattunk tőle. Szeretnék egy pár szót magamról. Farkas Névetnek hívnak, a PPH egyik vezetője vagyok. Porcsalmáról érkeztem, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből a férjemmel. Két kisgyermekünk van. Civil foglalkozásom gyógyszertári asszisztens, de egyre inkább amennyit csak tudok a PPH-val foglalkozok, mert a célom az, hogy rövid időn belül csak ez legyen a fő tevékenységem a párommal együtt. Miért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni? Én már régóta gondolkoztam, hogy mit is kezdjek az életemmel, mi leszek, ha nagy leszek, és nagyon sokat töprengtem. Én emlékszem, már általános iskolában is sokat gondolkoztam erről, hogy mi is legyek én. Úgy igazából nem foglalkoztatott semmi, és hát valamit tanulni kellett, elmentem ilyen tanfolyamra, olyan képzésre, és az élet úgy hozta, hogy megismerkedtünk a PPH-val, és rögtön már az elején én tudtam, éreztem, hogy ez lesz az a hely, amit kerestem, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy ezt megtaláltam, és elnézést. És nagyon szépen köszönöm Miklósnak és Mariannak, hogy ezt lehetővé tették nekünk, és létrehozták ezt a csodálatos közösséget. Mit adott nekem eddig a Nyílt Akadémia? Hát egy teljesen új életformát, egy egyre jobb életet, és egyre több tudást, hogy saját magammal is, a párommal, a gyermekeimmel, jobban tudjak bánni, és egy nagyon-nagyon fantasztikus célt, egy ez a világ legnagyszerűbb célja, hogy az embereknek egy kiutat ebből a világból, amit most élünk, mert itt nekünk már nincs más út, mint a tudatosodás, és hogy boldogságban éljünk egymással.
nagyon nehéz a hétköznapokat úgy megélni, hogy olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akiket annyira elvisz ez a mai világ, a média, hogy egyszerűen nem is tudom felfogni, hogy nem gondolkodnak, vagy egyszerűen nem tudom ezt sokszor. Végülis tudom, hogy miért van ez, csak nehéz elfogadni. És ez az elfogadás, nem hiába most kétszer is kihúztam az elfogadás kártyát. Ez nekem még nagyon tanulnom kell, hogy fogadjak el másokat, mert még ők ezen a szinten vannak, de próbáljuk őket is. Tudom, hogy ők is idővel meg fognak majd nyílni, és fel fogják ismerni, hogy mi miért történik ebben a világban. És mit tanácsolok másoknak? Hát azt tudom csak tanácsolni, hogy amennyiben éreznek egy nagyon kevés, nagyon kicsi kis késztetést is arra, hogy ők is szeretnének tenni valamit, hogy jobb világban éljünk, akkor ne gondolkozzanak, és kezdjék el itt a képzést, mert nincs más hely a világon. Tényleg mi ezt tapasztalatból mondjuk, hogy mióta mi itt vagyunk a PPH-nál, azóta a mi életünk rohamosan változik, és pozitív irányban. És elnézést, de annyira boldog vagyok, hogy hát a boldogságtól sírok. Köszönöm szépen. Civil foglalkozásom eredetileg informatikus, de már egy jó ideje nem gyakorlom. Egyre inkább a PPH-val foglalkozom, és azzal foglalkozom, hogy hát minél több ember megismerhesse azt, amivel mi foglalkozunk, és minél több ember szellemileg, lelkileg tudjon fejlődni, hogy tudatossági szintünket tudjuk emelni, és ezáltal ugye minél több ember tudatossági szintje emelve lesz, ugye saját magát ugye fejleszti, ezáltal ugye közösen egyre nagyobb közösséget tudunk alkotni, és ez ugye kihat a bolygó rezgésére, hogy ugye arról volt szó. Tehát én megszívlelném, és lehet, hogy érdemes lenne mindannyiunknak visszapörgetni ezt a pár utolsó jó néhány percet ebből az előző előadásból, mert rendkívül hasznos és értékes gondolatok hangzottak el. Honnan jöttem? Igazából egy kisebb településről jöttem, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, Polcsalmáról. Családi helyzetem ugye nős, két kisgyermek apukája vagyok. Miért kezdtem el a Nyílt Akadémián tanulni? Valamilyen szinten tudatosan, de mégis inkább azt mondom, hogy kevésbé tudatosan, de megfogalmazódott bennem az, hogy valahogy kerestem az utamat, a helyemet a világban. Kerestem a válaszokat, a megoldásokat. Futottam köröket különböző előadásokból, tanításokból, tanítóktól, könyvekből tanultunk. De valahogy azt éreztem, hogy hiányzik. Tehát valami, mintha még hiányozna. Nem igazán tudtam megfogalmazni, hogy pontosan mi az, de éreztem egy ilyen dolgot, hogy valami nem kerek, valami nem egész. És mikor megláttam ugye Miklósnak az első előadását, a legelsőt, akkor már az előadás közben tudtam, vagy legalábbis sejtettem, hogy ez lesz az a hely, ami egy hiánypótlást adhat az életemben. És én ezért kezdtem el. Rögtön az első előadást, ahogy meghallgattam, utána rögtön elkezdtük. Tehát sőt, már előadás felénél, körülbelül az első előadás felénél már azt mondtam, hogy ez lesz az a dolog, amit én el fogok kezdeni, és nem csalódtam nyilván. Eddig mit adott neked a Nyílt Akadémia emberi és életjobbító képzése? Hát szerintem lehetne sorolni tudást az életem minden területére, módszereket az életem minden területére, tapasztalatokat az életem minden területére, egyre
nyilván egyre több és több gyakorlási lehetőséget az életem minden területére, egy csodálatos közösséget, egy olyan közösséget, aminek van egy csodálatos célja, és nincs ezen kívül, hiába keresnek az emberek, nincsen semmilyen más közösség, nincsen semmilyen más szervezet, ami meg tudja ezeket a dolgokat együtt adni. Tehát egy pozitív közösség, ahol csodálatos érzés lenni, és amit rendkívül jó érzés megtapasztalni, hogy van egyáltalán ebben a mai világban egy ilyen közösség. És ugye hogyan könnyebb az embernek az életében haladni, ugye egyedül, magányos farkasként, vagy pedig közösen összefogva. Tehát mindenki döntse el magának, hogy magában, hogy hogyan könnyebb haladni, hogyan könnyebb boldogulni az életben. Külön-külön, és senki nem foglalkozik másikkal, vagy pedig össze egy közösségbe összekovácsolódni, és együtt, így van. És igazából mit adott még ezen kívül? Olyan tapasztalásokat, amit soha addig azelőtt nem tapasztaltunk meg, semmilyen téren. Tehát például a fentieknek a rendkívüli védelmét és segítségét, amit hiába tanultunk más tanítóktól, hiába képeztük magunkat, hiába olvastunk könyveket, kismilliót, kis túlzással, soha semmi, ilyen pozitív megtapasztalásokat soha semmi nem eredményezett. Mit rácsolok másoknak? Amennyiben valaki már hallgatott Szelacsik Miklóstól tudatosságfejlesztő képzést, ugye a díjmentes részt, a YouTube-on rengeteg ilyen van fent, hogyha valaki ugye érdeklődik, akkor nyugodtan nézze meg, illetve érdemes fel is iratkozni ugye a csatornára. Ha valaki már hallgatott legalább egyet-kettőt, akkor és ugye megfogalmazódott az a gondolat benne, hogy elkezdje-e ezt a képzést, vagy jó lenne ezt elkezdeni, de ugye valami visszahúzza, akkor én azt javasolnám neki, hogy engedje ki azt a kéziféket. Próbálja ki, próbáld ki, mit veszíthetsz vele. Kezd el, legrosszabb esetben is egy hónap után abba hagyod, ha nem tetszik. Ha tetszik, akkor meg folytatod. Tehát igazából nincs itt mire várni, tehát úgysem fogsz találni más helyet, úgysem fogsz találni más tanítót, ahol az életed minden területére megoldásokat, módszereket, gyakorlási lehetőséget és minden egyebet fogsz kapni. Tehát gyere ide tanulni hozzánk, szeretettel várunk, és tapasztald meg. Próbáld ki. Mit veszíthetsz vele? Még a párom akarna egy gondolatot mondani. Egy gyors gondolat jutott eszemben, hogy mi egy olyan közösség vagyunk, ahol például a rendezvényeken is valaki elismerést ér el, nem csak akkor pityergek, hogyha én vagyis mi elérünk valamit, hanem ha mások is kint vannak a színpadon, én ugyanúgy megkönnyezem őket is. Mert itt nem az van, hogy mi egymást irigykedünk, meg tapossuk úgymond egymást, hogy kikerüljön egyre feljebb, mint az életben, igen, hanem itt egymást tényleg segítjük. Elismerjük, segítjük egymást, mert mi egy ilyen közösség vagyunk, szeretet alapon működünk. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Thank you.